Na jó reggelt kívánok mindenkinek! Régen volt már hétfő, meg reggeli vlog. Meg szeretném köszönni a feliratkozásokat, meg a megtekintéseket. Hétvégi nem volt live, tudom. Ne haragudjatok, mert nekem se úgy jött ki, hogy a szombaton volt egy cipőcserés dolog. Ott eltévedtem, amikor az üzletet kerestem, akkor el is ment a nap, mert mire hazaértem, mert minden. Tegnap meg készítettem új fákrájtartalmat, meg el kellett mennem délután. Ugye így nem jött össze. Majd pótoljuk. Ha most én sem blitzeztem se a hétvégén, se nagy bot nem volt. Tegnap csináltam két részt Far Cry-ból. Ma minden igaz, akkor szerintem van egy tankkal jövök. Úgyhogy ez tényleg nagyon be volt táblázva a hétvégén most. Még szerintem lesz ilyen hétvége, amikor nem lesz live szerintem. Főleg, hogy jön majd most az ünnep, minden bevásárlások, meg ilyesmik. Biztos, hogy lesz olyan. Annyi most, hogy akkor most hétfő kedden lesz live. Azt pótoljuk. Meg fákra csapok fel ma is egy új részt. Este, képzeljétek el, lefekszek, meg minden. És nem bírtam elaludni, csak nagy nehezen. Szerintem voltam 9:30, de már lefeküdtem 8 óra után. Mondom, első nap mondom, most így egy hét után mondom, vissza kell állni az embernek, a szervezetének, hogy nem tud fent éjszakázni. Jó, a legtöbb, amikor fent voltam, 12:30 volt. Nem volt annyira vészes. De azért a múlt keddi 4 órás tank live azért az durva volt. Nem tudom, lesz-e olyan. Eurót rákozni is akartam. Majd valamikor beleszorítom az időbe. Sietek haza, és azon gondolkozok, lehet egy LTS beleférne. Majd kiderült, hogy lesz. Nem ígérök csak annyit, hogy lesz live. Mert másra számítotok, szóval az lesz. Hanem mert nincs rosszabb. Na, mit is akartam mondani? Ja, szoktam ilyen ezek az új videókártyák után olvasgatni. Elég sokan cserélik le a gépükbe a videókártyát. Nem semmi a mekkora ez a kártya. Nem semmi. Meg az ára is. Tehát meg még olvasom egy olyan cikket. Egy külföldi streamer mondta, hogy a Warzone 2.0 miatt ment tönkre a gépe. Ez elég érdekes, hogy játék miatt menne tönkre az embernek a gépe. Mondta, hogy a nem keveset idő számítógépe tönkre ment a Warzone miatt. Hát, vagy csak
balhét akar az egészből csinálni, vagy csak a játékot akarja lejáratni. Érdekes dolog. Ezt én is mondhattam volna több esetben. Ez olyan, mint nekem például volt Blitz. A színfiókomból nem akar indulni, csak a Wargamingből. A színfiókból újra akarja kezdeni velem a játékot. Újra akarja kezdetni velem a játékot. Érdekes dolog. Próbáltam. Ugye valamelyik nap azt csinálta a VOD-ba, ugye nem volt hang. Ezt a live-ban is láttátok, hogy közben meg nem is kellett volna, letöröltem az egész VOD-ot, meg a Wargaming Centert, nem csak az OBS-t kellett frissítenem. Mindegy, újra raktam az egészet, az most így jó. Áll a jó égnek. Na, van nálam egy szagyos is még. Igen, sokszor a frissítés eléggé bajokat tud okozni. Főleg a Windows frissítés. Ugye, amikor nekem szervizbe került most nyáron a gépem, Windows frissítésnek is köszönhetem ezt az egész bulit, de nem baj. Legalább újra lett rakva az egész, mert minden. Mindegy is, az ilyen dolgok. Vagy kíváncsi leszek, hogy mi lesz az ügyből. Majd mondom nektek. Majd olvasok róla. Na, mindenki legyen jó. Mindenkinek jó hétkezést. Jó munkát. Este találkozunk. Na, szevasztok!